mondom. Van az Egerszegi Krisztina nevezetű nemzeti sportolónk, akinek tényleg a sport teljesítmény előtt leborulok, de korábban szerepelt egy reklámba Eger, és azt mondta, bifus aktív regulátor, most már nem bifus eszentitól, az már nem menő, bifus aktív regulátoris van, az sokkal menőbb, az a te emésztésedet, ami szar, most mondom neked, 14 nap alatt hozza helyre. Érdekes, idáig senkinek semmi baja nem volt a szarással, most már van. Azt mondja Egerszegi Krisztina a tévében, amíg sportoltam, nagyon fontos volt, hogy tápláló legyen, amit eszem. De amióta családom van, befut 5 gyerek, de amióta családom van, az a fontos, hogy finomat együnk. Ülök a tévé előtt, mondom, jó gyerek, hát mit tettél idáig, de tényleg, hát anyám olyan töltött káposztát csinál, hogy bepisílsz. Arra tippelek, Egerszegi Krisztina 12 éves, otthon ül a konyhába, bejön Egerszegi bá. Kinyitja a hűtőajtót, azt mondja, ne szajányom, mákos sóska, egyet. Azt mondja erre Egerszegi Krisztina, hát de apájá már meg, ez nem finom, nem ízlik. Mire a pornófilmet. Hagyok időt. Tehát ugyanaz volt, mint egy pornófilm, csak egy pár százan alá nevettek, mint a Jó barátokban. Tehát hihetetlen, hogy nem tudom azok mit nevettek amúgy. Azon gondolkodtam, hogy ez valószínűleg a Jó barátok egy része lehetett. De az volt megdöbbentő, hogy nem Joy jött ki meg be, hanem egy fasz. Tehát, hogy ez a műfaj, hogy miért keveredik össze egy alánevetős műfaj egy pornóval, nem tudom. Ha már itt tartunk, Lackó látott a gyógyszertárban Viagra Lightot. Viagra Light. Na most én arra tippelek, hogy hát dugni nem lehet vele, de a strandon azért jól mutat. Nem? Lájt, köszönöm. Voltam benzinkúton, járok ilyen helyekre, meglepő. Előttem áll egy fickó, azt mondja a hölgy, kérsz számlát, mire a srác? Igen. Milyen névre? Bársony CZ-vel. Hát így arrébb álltam egy lépést. Ez valami másfajta kommunikációs csatorna, tehát... De ha engem kérdeznek, én kisárám 2 évvel, tehát én nekem nem kell a balhéret élnem. A múltkor megállok egy, nem mondom ki, milyen kúton, és egy olyan ogre állt a pult mögött, hogy ilyen hústorony. Tehát én azon, abban biztos voltam, ha ő pislog, gerincem eltörik. Tehát próbáltam ugye a szemét nyitva tartani, hogy balesetmentesen távozzak, letettem a pénzt, mondtam 6-os kút, az ogre így rám fordul. Más nem lesz? Atya úristen, hát mondom, látod, jó barát az Istenke ad és elvesz. Tehát én legalább úgy nézek ki, mint egy 14 éves, de mély a hangom. Látom, Blick címlap, győzik-e dixlexiás? Hát mondom, talán ez több információ is, amire szükségem lett volna. Nem baj, azért veszek ezt azt. Látom, hátul megáll MS, ez kiszáll apa. Elkezd tankolni. Anya itt slajt, 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 megy. Aloverás vizet venni, mert az a divat. Trabarna szerint a aloverás víz pacalször. A apa megtankol, bejön, ránéz a Blick címlapra, azt mondja, nézd már, anya, győzik egy dik. Anya így a pulton, tessék? Semmi. Hát az is lehetett volna a Blick címlap, hogy apa dikszexiás lényegében, de ezt azért nem merték bevállalni. Úgyhogy, hát Trabarna következik, aki belső égésű motorokat utánoz, fogadjuk a Kamsa Lórát. Na most már tényleg újra itt vagyunk, ez volt a reklám, hamar elröpült, hála az Istennek. Hajléktalanok, ismerjük ezeket a... Ismerjük. Számomra olyannyira hajlékony egy-két hajléktalan, hogy állok a dugóban, mondjuk egy 10 centire van lehúzva az ablak, egy másodpercre elfordulok, és már derékig be van hajolva a csávó, de egy intim szférába, hogy pár forintot főnök. Ez a duma. Mondom, jó, hogy nem kocsolsz át a rádióra, de tényleg, tehát, hogy így arrébb ülök, vissza egy darabon, ne haragudjál. Murka jött, a másik rózsát árult, rózsa, hát többen visszakiabálták, Sándor. Én annyit kérdeztem az ablakon át, tiszteletem főnök, zuhany rózsa nincs, és nem azt, hogy nem értette a poént, hanem így, az milyen? Tehát, hogy így elültetne egy párat a kertbe, azt mondja, hogyha az megy. Voltam a Bok Caféban, magukban szórakozni, nem járok ilyen helyekre. De hát amíg bejutottam, az volt 40 perc. Ugye, detektoros kapu, ott a kidobó, így néz. Átmegyek, pip. Kész szúró vágóeszköz. Mondom, egyik se.
akkor pakolja ki zsebeit. Kipakolom, átmegyek megint. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Mondom, mi újság? Le kéne venni az övet, mondja a kidobó. Mondom, becsekkolni nem kell. Azt mondja, mi van, mi van, mi van? Mondom, becsengetni nem kell, csak azt kérdez. Nem volt egyszerű a helyzet. Múlkor megyek előre a kiskocsimmal, bevág elém egy bútorszállító, de így, így. Tehát, hogy majdnem levitte a visszapillantóma. Na most hát én kikiabáltam, annyit mondtam, anyát keres, és én nem őrzöm meg ilyenkor a hidegvéremet, tehát én úgy dudálok, hogy nem úgy, hogy dőd, hanem és megyek, nem is arra van dolgom, de megyek utána szépen. Reflektorozok mindent, dögölj meg, mit csinálsz? Nagy nehezen találtam egy piros lámpát, mellé álltam, lehúztam az ablakot, mondtam, te mit képzelsz magadról? És akkor vettem észre, hogy egy bútorszállító bizony, hát dús, masszív, na, masszív. Csávó kinézett az ablakon, annyit mondott. A legmegalázóbb 8 másodperc a pirosnál, visszatekered az ablakot, és... Következik Benk Dénes, aki gépészmérnök. Én egy pár hete léptem fel 400 gépészmérnöknek, hát úgy tudnám összefoglalni, hogy 400 nagyon részeg, szőrös embernek. Olyan részegek voltak, hogy bármit mondtam, azt mondták, kisárán vagyok, gyerekek, ez így nagyon hosszú lesz. Utána már ilyeneket kérdeztem, hogy ki szereti a buzikat? És egy csávó, hogy hopp, egy coming out. Hopp, egy coming out. Na, hát vendéges nem buzi, viszont gépészmérnök. Fogadjuk meg a gimnáziumi osztálytársamról, Zsoltikáról, hagy emlékezzek meg, aki nemhogy angolul, magyarul nem tudott, de angolórán azt a mondatot kapta mondatfordításnak. It was a dark night. Hát ő szótárt használhatna-e? Ez volt az első kérdése. Magyarul mondták, hogy hát, a nagyon muszáj. Itt az talán megy, was. Mi a cím az? Felüti a szótárt, was. Létige, lásd a bínél. Zsoltika felkiált, lásd be, hamar besötétedett. Ez volt a Suda tanulság ma estére. Köszönjük, hogy minket választottak. Köszönjük Kőhalmi Zoltánnak, Benk Dénesnek és Tórán Barnabásnak, Trabarnának, hogy itt voltak velünk ma este. Nagyon szépen köszönjük szépen. Újra itt van a Schoder Klub. Eltelt a nyár, hál' Istennek, úgyhogy folytatjuk. Innen Kis Ádám vagyok, vagy Kovács András Péter, vagy Szubkai Viktor, vagy Kőhalmi Zoltán. Ezt mindenki döntse el otthon a tévé előtt, a nappaliba. Hát nyár elmúlt. Át kell adnom, feldolgozhatatlan számomra. A Balatonon láttam kiírva egy táblám. Dinnye 100, melóne 120. Hagyok időt, tehát itt valószínűleg a tolmácsot kellett megfizetni. Pista, hogy van a dinnye? Melóne. Jó, ott egy 20-as minden dinnyének ilyen. Ha vagy, jó van. Feldolgozhatatlan témáim 2. Megyek a nyugati aluljáróban. Nevezzük cigány asszony, kiabál a gyereke után. Richardka! Richardka! De így, mint az állat, Richardka ne se szarta anyát, így ment előre. És egyszer csak megfagyott, tehát, hogy nem fordult vissza, hanem így, hát gondolom, akkor lett 100%-os a feldolgozottság. És így visszafordult, hogy mi? Az anyja meg összehúzta a szemét, és azt mondta, nem mi, hanem mi van? Hát én nem vagyok öreg. Nem vagyok annyira öreg, de az én időmben még az volt, hogy nem mi, hanem tessék, nem? Az már nem menő. Na, a tessékről jut eszembe, tessék, itt van nekünk egy műsor. Most már az nem menő, hogy idegeneket összezárunk valóságshowba. Most már sztárokat, celebeket kell összezárni valóságshowba. Mert most már, de ez jó, mert nem termelünk ki újabb VV ágicákat, tehát ebből a szempontból jó, mert azzal gazdálkodunk, amink van. Na most karanténba vitték őket nagyon messzire innen, hát élőállatszállítás jut erről az eszembe. Celebek, menjetek. Na most mondták, hogy rengeteg félelmetes dolog van benne. Hát én egyrészt láttam, de a legijesztőbb az Horváth Éva volt reggel. Tehát ő neki olyan olimpia volt a szeme alatt, hogy most ez Pekingből vagy mi van. Na most Benkő Dániel az mesztelenkedik, de a sokkal gázabb, hogy félreértem ezt a feladatot, mert a saját gyíkunkat nem fogdossuk élőadásba, tehát... Mert ő lazán kiverte, mert nem bírta 8 napig, tényleg. Adásba kiszedte, a Gyérheni, meg azt mondta, hogy ez a Pártosi Sanyi, hogy ez micsoda ösztönember,
ő még ilyen ösztönembert nem látott. Hát mondjuk őt is ritkán látják a vasasba szerintem, így a birkózók között. De hogy mit hitt, hogy törékeny ez a Sanyi? Vagy nem tudom, hogy egy visszahúzódó birkózó? Egy pici bejátszást hoztam erről, nézzük már meg, mert Sanyi beindult. Nézd meg az ujjamat! Látod, hogy nincs rajta bő? És ez minek köszönhető? Minek? Mert belenyúltam a porásba, meg és ezért rántottam el a kezem. Ezért... Én segítettél? Nem segítettél. Hát én... minek nyúlkálsz a barátban? Miért nem mész el az anyádba? Miért nem mész el az anyádba? Miért mész el az anyádba? Milyen jól el vannak, nem? Szegény Benkő, hol menjen a dzsungel közepén az anyjába? Nem lettem volna helyébe, meg. Hát ez másnap nem, hogy két vára fekteti tábortűzre, meg. Hát ez... Betakarja parázssal, nesze aludják, köcsök. Győzik az óriási, tehát az mindentől retteg. Borej, a szúnyog, ott jön a szúnyog! Mindentől retteg. Sőt, bevezette a nagyon kígyó fogalmát a média történelembe. Borej, ez nagyon kígyó, Borej! Borej, ez nagyon kígyó! Hát, egy újabb bejátszást hoztam, hogy lehet a mennyből a pokolba kerülni. Győzik-e, játszik, bátorság próbán. Kettőször kell pörgetned. Először azt kell kisorsolnod, hogy melyik küblit nyitod ki, vagyis melyik állatot és csillagot fogod meg. A másik pörgetéssel pedig nagyon egyszerű, azt kell kisorsolnod, hogy a tested melyik részén viszed át az állatot abba a ládába. Mehetünk, pörgethetünk megint, először a pirossal. Nem! Csillag! Egy porcsillagot kaptam! Kaptam egy csillagot! Várjál, ezt figyelj! Köszönöm Istenot! Azt hiszi, mennyben van, figyelj! Kaptam egy csillagot! Van Isten! Csak az a probléma... Kaptam egy csillagot! Győző, az a helyzet, hogy először az állatot pörgeted. Aha. Ja, hogy ez az így állatot jelent. Ez meg egy kígyó! Az meg egy kígyó! Ha pörgetsz, akkor ti ez a csillag, anélkül, hogy el kéne minden az állatot. Tehát kell még egy. Akkor most várjatok, akkor most a kígyó... Jaj, nem, a hagypörgessék van, még egyszer ne kígyózzatok van. Ugye? Ugye, az ösztön a dzsungelben, hogy Morel, még egyet hagypörgessék van. Hát óriási. Van ez a délutáni celeb show, amit Lilu vezet, abban benne volt, hogy SMS csíkon ad. Lesz olyan, hogy így Omnia ajándék push-up melltartóval, vagy edukó implantátummal nesze, így ad. Na egy-két kulisszatitok, hát így a Showder Club című műsorról. Van nekünk egy stylistunk, mert az minden műsorban kell, beszarsz. Hát én úgy hívom Meleg Márk, ő volt az első két adásban az öltöztető, az első adásban konkrétan lila lak bőrcseki volt rajtam, mert hát én nem veszek szegbukkan, én felveszem. Tehát én felveszem, csak ne kövess. De nem úgy állítottak meg az utcán, ahogy én azt vártam volna, hogy ez az láttalak a tévében, hanem így láttalak a lila bőrcsekiben. Úristen, nagyon durva. Volt ennek a műsornak fotózása, hogy tévé újságban legyenek képek, elmentünk a Nánási Pál stúdióba, hát ismerjük Nánási Pált, aki non-stop léméteket fényképez. Nála egy coming out indokolt lenne szerintem, tehát ennyi női melltől, ha nem csömörlik meg az ember, akkor semmitől. És így hazamegy és mondja a feleség, hogy szeretkezünk drágám pólóba, sötétbe, jó? Mert mellett látok hányok. Hát fel lettem öltöztetve, mint egy díszbuzi. Kell az az újságba. De ez nem volt jó a Meleg Márknak, azt mondja, valami nem jó, mucika. Na mi nem jó? A szemöldököd középen összeér. Ami jó, hogy nem körbe, mucika valami. És akkor mi van? Hát így nem lehet szerepelni tévé újságba. Szaladjál fel gyorsan a sminkosztályra, kiszedik. Mit csinálna? Kiszedik. Hát mondtam, nem veszek szeg, kocogó térdekkel felmentem a sminkosztályra. Mondtam, meleg stylist azt üzente. Elfogyott a regimentje. Szedjed meg a szemöldököm középről. Na most, hát instant megismerkedtünk, tehát szemöldökcsipesz, kis Ádám szemöldökcsipesz. És egy nő tőből tépte ki három szemöldökömet egyszerre, de semmi izé bevezetés a szemöldök szedésbe, vagy petting érte, hanem ping, te hülye vagy, mit csinálsz? Hát, hogy ő így kell szemöldököt szedni, hát mondom, így nem kell szemöldököt szedni. Visszamegyek a Meleg Márkhoz, én férfi leszek, és megmondom, hogy ne haragudjál, meg így nézek ki. Próbáld meg feldolgozni. De most komolyan mondom, tévé újságban, hát minden kép ekkora minden tévé újságban. Aki ott megmondja, hogy ki van szedve, vagy összeült a szemöldököm, annak észedem ki. Ha férfi, ha nő.
Visszamentem, beadtam ki. Ha férfi, ha nő. Visszamentem, beadtam Melegmárknak, ez van, elfogadta. Érdekes. Utánam következik. Akik nappal, fényes nappal forikla mennek fel az autópályára, hogy nekik nem muszáj kipróbálni a füllelvezetést, meg a zsíros fülűek azok rosszul látnak most, tehát hogy az kicsit olyan... Vagy így hétköznapokban a problémát, hogy igazoltatásnál mondjuk, biztos úr, én ezt a stopptáblát nem is hallottam. Na. Miért nem mond ez valamit az anyja picsáját? Mi? Híradóba, benne volt, füllel vezettem, Nagykanizsától jövök. Ne, hihetetlen, amerikai reptéren mi van kiírva, magyarok ebolások. És tényleg így diadalittasan elmentem tankolni, megálltam, bemegyek a benzinkútra, aranyos kislány a pult mögött, mondom, én egy számlát azért kérnék a tankolásról. Mire a kis csaj? Egyes. Hát mondom, kis árám, kétes, ne haragudj. Azt mondja a csaj, egyes út. Kiszálltam a taxiból, rá akartam gyújtani, nem volt nálam tűz, de megláttam egy rendőrautót így hátszal, és így burjánzott ki a füst. Hát hol már csak nem embert égetnek, érted? Így behajoltam, már benne volt a bugi a lábam, walking get no satisfaction, micsoda buli lesz. Behajolok, és ez a mondat csúszott ki a számon. Jó napot kívánok, közúti ellenőrzés. Röviden úgy tudnám összefoglalni, nem voltam vicces. Ezt próbáljuk ki egyszer, tehát aki nem hiszi el, az próbálja ki. Hát 200 ezres úr ült a kocsiban. Az egyik azt mondta, ha. Úgyhogy végülis az egyik nevetett azért. A másik nem, de elindult egy ilyen vallatás. Mit akar? Én csak tüzet szeretnék kérni. Vicci! Mi az FBI? Hát mondom, ez is a meg a rendőrök vérét, de ebben nem menjünk már bele, mert én koncertes ilyetek. Bejutottam Rolling Stones-ra. Hát az, hogy Mick Jagger 63 éves és percenként 4 kilométert szaladgál, én meg 23 évesen negyed óra tapsolás után szédülök. Ez rám nézve gáz. De a Keith Richards című ember az hihetetlen. Ő hát négyszer volt már vércseréje, állandóan be van fújva, szívva, lőve, baszva, állandóan, tényleg azt se tudja, hol van. Egy mondatot mondott a budapesti koncerten Keith Richards, azt mondta Mick Jagger, and now, Keith Richards. I'm happy to see you. I'm happy to see anybody. Azt is tudta, hol van. Na erre megszólal a mellettem álló kisnyugdíjas, aki Rolling Stones koncert jött, így megböki a férjét, azt mondja, nézd már Lajoskám, hogy szalgál ez a Paul McCartney. 16 ezer ér. 16 ezer ér, azt hiszi, biciszem van tényleg, tehát ez nagyon nagy flash. Azt mondta Kiszel Tünde, hogy én őt bántottam a műsorban, hát azért ez túlzás. Tettem egy-két megjegyzést, és azt reagálta vissza, hogy hát bizony egy 50 év múlva én már sehol nem leszek, mikor ő még mindig közbeszéd lesz. Na most én nem tudom, mennyivel jobb az, hogy 50 év múlva beszélget két csávó, hogy figyelj, öcsém, emlékszel Kis Ádámra? Nem. És Kiszel Tündére? Meg. Ez mennyivel jobb? Na de hagyjuk is akkor Kiszel Tündét. Hát Hajdú Péter írt egy kis cikket az első műsorra, és azt mondta, neki Kis Gergő tetszett a legjobban. Úgyhogy már a Nagy Dávid új fénytörésben van lényegében. Van már minden, tényleg rövid nevem van, de nem bírják megjegyezni. Nyáron volt meleg felvonulás, Andrássy mennek a melegek, táncolnak a jogaikért, bugyra levetkőzve, megy a dssnssnss, meleg vagyok, dssnssnss. Körülöttük egy rendőrsorfa, mert ne dobáld a buzit, hé! Ne dobáld a buzit! Na de miért? Mert a rendőrök másik oldalán meg a hidegek, akik tüntetők, mert buzi, ezért, meg mert tüntetés van. A hidegek tojással dobáltak és egy emberként kiabálták mocskos buzik, hát ez nem annyira szép, de 55 perc után oda mennek egy ilyen hideg tüntetőhöz, hogy ne haragudjon már, kedves uram, miért kell ilyen gusztustalan dolgokat kiabálni? Azt mondja, csávó, maga ne haragudjon már, én a rendőröknek kiabálok. Azt mondja, jaj, buzik is vannak. Ő tüntet. Tévében láttam, nem voltam ott, tévében láttam. Na most a tévében mi van még nézhető? Pedig van egy How It's Made, hogyan készült. Nézzük azt? Nagyon jó, nagyon jó, nagyon szeretem, hogyan készült.
Na most ez tényleg nézhető. Lenne egy olyan special edition, ez az én tervem. Hogyan készült? Ahogyan készült. És hogy kamerával mutatják, hogy veszik kamerával, hogy hogyan készült. Azt utálom még, hogy majd a szépen lelakkozott fadarabokat speciálisan erre a célra kiképzett gépbe helyezik 20 percre. És az a gép hogy készült? Meg arról senki nem beszél. Csak az, hogy behelyezik. Hát kösz szépen. Hát a barátok közt, ki vagyok már a barátok közt, komolyan mondom, azok állandóan kettiskednek, így fúrják egymást. Milyen barátok azok, de tényleg? Mert a jóban, rosszban már legalább benne van, hogy rosszban, érted? A barátok meg így, meg nem tudom, hányszor akarják még eljátszani, hogy valakiről beszélgetnek, és az ott áll hátul így. És meg a videk holnapig, hogy mi lesz? Ja, és a vége van a kvíz kérdés. Tudja Magdi néni, hogy Zsolt és Noémi beszélgetett Tóniról az András irodája előtt Nórával? A. Nem. B. Nem tudom. Ezek a válaszok. Hát én konkrétan nem tudom. Hát, ha tévét már említettem, egyetlen egy tévéreklámtól fáj a fejem. Sariton. De ezt azért csinálják, hogy fájjon a fejed, könyörgöm, de tényleg. Nekem nem fáj a fejem, betörik, én így megfejelem a tévét. Idáig az volt, hogy óvodások trombitáltak, hát így. És a én gyerekem így fog trombitálni, én fejbe lövöm, ez biztos. És így ülnek az anyukák, apukák, hogy jaj, de szépen trombitálnak, jaj, de szépen, ahogy megbolondulok. Most már nem ez van, most már helikopterre megy két csávó, ta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 t. Az egyik vezet, egyszer csak azt mondja, úúúú. És azt hittem, hogy te vezet. Azt mondja erre a másik, mi van? Úgy fáj a fejem, nincs van. De várj, megnézem hátul. És akkor már tényleg senki nem vezet. Más vizekre elvezünk. Jártam Erdélyben, nyáron. Hát én idáig meséltem a székely vicceket, most meg átéltem. Van egy kis különbség, csak azért mondom. Székelyföldön kiskocsmába előttünk áll egy ekkora ember, Cincili Árpád. Megkérdeztem, így hívták. Cincili Árpádnak ekkora gumicsizmája volt, mert minél nagyobb a gumicsizma, annál nagyobb a respekt. Azt mondja Cincili Árpi a pultos hölgynek. Nem hallom, nem hiszem el. Kérek szépen egy deci konyakot, meg egy töményet. Kísérő. Mondom, tényleg Árpi már nem lesz sok? Ekkor ember, ne pofászkölök, mert én 180 centig lábbal pofozok. Nem mertem beszólni, elsiettünk. Na, de elmentünk boltba tejet vásárolni, kávét akartunk főzni, mondjuk az eladónak, csókolom, tejet szeretnénk vásárolni. De hémből? Mi van, hogy terhes anyából? De tényleg, milyen van még? Azt mondja, van tej tehémből, van tej boltból. 13 percig veszekedtünk lényegében, hogy honnan jön a tej, de a végén azt mondta 14. percben, nem árulok tejet. Akkor inkább már adjál, de tényleg, tehát ha már ennyi időt elcsesztünk, de a szomszéd Náncsi néninek vannak tehenei, csengessünk be, hát ha tejet. Becsengetünk, kijött Náncsi néni, lehetett vagy 110 éves, de nagyon pörgött, tényleg fit volt, Erdély jó levegő, havarom annyit kezdett, csókolom Náncsi néni, van teje? Hát nekem már nem igen, fiam. De a tejének is csak. Köszönöm. Hát a sóderban már említettem azt a lányt, aki azt mondta nekem, hogy be vagyok baszcsizva. Be van baszcsizva. Ő már nem élt, tehát helybe ketté fejeltem. Tehát én szerintem, nekem magyarul beszéljél. Egy diszkóban meg rám öntött egy csaj 4 decibeli kólát, még meg is bocsájtottam volna neki, ha nem mondta volna azt, bicsi, bocsi. Hát ez mi ez? Levül a bűtésem, kapaszkodjál, besza, behú, ez a beszarok, behugyozok, cenzurázott változata, és így beszélgetnek lányok. Hát én ezen besza, behú. Én úgy besza, behú, lelki furkán van, azt mondja. Mi a anyád van? Lelki furkán van. Lelki furkán. Soha nem akartam erre a szintre lejutni, tényleg, hogy rövidítünk, hello, ücsi, micsi, mi van? Jövök ki az RTL-ből, múlkor megállít egy kis csaj, hello, Ádi. Mi a vélcsid, az férfiaknak mondom vélemény, mi a vélcsid az új szemcsimről? Minden erőmet összeszedtem, milyen a szemébe néztem? Szarcsi. Foscsi.
Köszönöm szépen! Jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm a nagy taps cunamit. Kis Ádám vagyok a ról. Ez Szentendrétől van egy picit feljebb, nincsen messze. Onnan érkeztem. Ez itt az évadzáró Sóder Klub, úgyhogy lesz egy hosszabb nyári szünet, de hát reméljük ki fogják bírni. Most mindenki így... Hát ez van, sajnos egyszer mindennek vége van. Szóval hát néznek sokan, ott szerepelek. Van Nyíregyházán egy rajongóm, hát egy, de rengeteg. Oda jön a srác, azt mondja, van egy szobatársam, kollégiumban lakok 3x3 négyzetméterben. Non-stop téged néz a szobatársamon. Picit már elegem van belőled, de ez van. És mondom, figyelj, kopogjunk be ahhoz a sráchoz, lepjük meg. Fentünk a kollégiumba, bekopogtunk az ajtón, a srác egy az egyben engem nézett az adott pillanatban. Majd az ajtóba. Hát azt csak zárójelben mondom, hogy behugyozott, de úgy kellett vele fényképezkedni, hogy nekem a mellé kellett állni. A csávó kijött a gyakorból, ez van, úgyhogy ez történt. A hetes buszon felismert egy kínai srác, és így annyit kérdezett, hogy te az igazi kis Ádám vagy? Mondom, nem én a kínai. Tehát, hogy így, én az utángyártott, de csak nekik fordul meg a fejükbe, hogy ki az igazi srác, vagy ki nem az igazi srác. Jövök, megyek az interneten, mit látok? Nyelvi problémába ütköztünk, van egy kis képünk. Lényegében én annyi történt, hogy az idiótája buktát árul, nem tudta angolul, hogy van a bukta, beírta a angol programnyelv szótárba, kiírta a bukta, fakap. Csávó, kiírta, marmalede, fakap. Have you ever eaten fakap? Érted? Tehát ebből a szempontból rendben vagyunk. Na most én nem eszek fakapot, McDonald's-be se nagyon járok, de megkeresett a McDonald's, hogy legyek a reklám arca. Hát én annyit mondtam, hogy egy pár százas ajánlat. Múltkor csak egy fél literes vizet kértem a McDonald's-be, azt mondja a csaj, becsomagoljam. Hát mondom, jobb, ha lepalackozod, mert úgy talán el tudom vinni. Hogy úgy tenyérbe hozza, nem tudom, tehát hogy ő ezt hogy gondolta. Na most a reklámokról annyit, hogy hát lehet nagyon hülyeségeket mondani a tévében, a reklámfilmekben, ha nagyon megfizetik, én ezt mondom. A Nagy Éva az a Kis Ádám reciproka, ha nem tudnál. Aki unja a Kis Ádámot, mint például én, bátran szólított Nagy Évának, csak ezt akartam mondani. Na, sziasztok, túl vagyunk a húsvéton. Ha már itt beszélt róla, próbálja ki ő is, hogy mi fán terem. Kedvencem a nők, hogy pakolnak, és most csak szülni megyünk, nem kirándulni, de egy sima hétvégére a feleségem az 47 táskát, és a táskában a másik táska, meg mi lesz, ha a másik cipőhöz nem jó a sima cipő, hát nem, akkor semmi, leszem mezitlába, az van. Nem jó így, meg úgy, kedvenc mondatom, szüléshez készülünk, azt mondja, a te táskádban van még hely. Hát én nem is tudtam, hogy van táskám. De minden többet szám, mikor szültök, mikor mentek, úgyhogy következő Sóder Klubban majd talán be tudok erről számolni. Ha túlélem, remélem egy Oscar díjjal azért. Legjobb férfi alakító, Kis Ádám. Ha már Oscar díj, nyertünk egy. Mert egy kis Oscar-t nyertünk. Másnak kettő van, tudom, csak hogy... Nekünk magyaroknak sose jó semmi. Nyertünk Oscar-t? Nem nyertünk, mert nem tetszett. Farkas Bercire is ez volt, hogy... Ki volt a faszi a világűrbe? Űrhajóval, könnyűbb. Nekünk semmi nem jó, b***ng. Hogy azért első filmje nemessel esnek, első jelölés, első rendezés, első Oscar, tehát azt hiszem erre mondják, hogy nemes egyszerűséggel. Sokan bojkottálták az Oscar gálát, nem tudom, figyeltétek-e, nem figyeltek, a fekák, a fekete színészek nem voltak jelölve, úgyhogy ők nem vettek részt a közönség soraiban sem. Ez olyan, mintha így például Will Smith felesége bojkottált a Oscart. Will Smith felesége, aki egy filmben szerepelt, se b***ng. Bojkottálta a gálát, gratulálok. Tehát az olyan, mintha így Bódi Guszti bojkottálna a Grammy-t, hogy ah, én oda ne a lábam be nem teszem, a lábam be nem teszem. Ha már Oscar, hát a legjobb férfi mellékszereplő idén nálam Abony Árpád, a törvényen kívüli, a magyar kormány Ricsi Ricse, Árpád, akiről már Sávot neveztek el, ugye?
Hogy ez már nem bicska nyitogatás, amit a csávó csinál, hanem macséte nyitogatás, hogy nem tudom, de elég kemény. Ugye a szépművészetében volt a Lagzia, így szerényen, nem tudom, mi lesz a következő, megkapja az M7-es névnapjára. Mennyi lárpika, az csak a tiéd. De nem tudom, ha így a barátait kérdezed, mondjuk egy parlamentben a folyosón, milyen viszonyban van Habony Árpáddal, elkapsz egy ilyen nagy kutyát, egyből az van, milyen Árpád, Habony, jaj, dolgom van, ne haragudjál. Értsd, lopni megyek. Tehát szerintem egy fideszes hamarabb mondaná meg, hogy kicsi a fata, mint hogy haverja a Habony Árpád. Meg most volt ez a nagy földosztás, hogy mindenki vitte haza a sok hold földet. Azt hittem, hogy Árpi is kap, mert akkor ő lehetett volna a 100 holdas Habony. Nem ő lett. Amúgy nem sok Árpád engedhette ezt meg magának Magyarországon, szerintem Max az első. De ő már nincs köztünk, úgyhogy ő retro celeb. Vannak ezek a börtönkondik, nem láttátok a ilyen köztereken, meg játszótérrel szembe, lehet ott börtönkondizni, húzóckodni. A Corvinusszal szembe láttam, öcsém, az durva, hogy megtanulod a Corvinuson, hogyan ügyeskedjél a pénzzel, szemben meg ha nem sikerült, akkor hogyan ügyeskedjél. Konkurenciáról röviden, TV2, Vivien lett ott a főnökasszony, nagy sikerű könyveket írt, csak az egyik kedvencemet mondanám, Magyarország legkeresettebb luxus prostiáról írt például könyvet, hogy ez hogy derül ki, hogy ki a legkeresettebb, hogy adó, bevallás alapján, hogy ó, havi 43-an, gratulálok, nem tudom, ki a staki kinyomozza, hogy ki a legkeresettebb. Azt mondom, hogy a TV2-nél akkora gáz van, hogy lassan az ISIS-nél hosszabb távra lehet tervezni, mint náluk, pedig az egy bombaállás. A témával kapcsolatban kerestük Andy Vajnát, de kérdésünkre elaludt. Múltkor kaptam egy üzenetet, hogy miért csak a Viktorékat bántom, miért csak a Viktort bántom, mindig a Viktort bántom, a baloldalt miért nem bántom. Innen üzenem, hogyha lenne baloldal, szívesen bántanám. Kezdjük ott, hogy egy humorista sose kormánypárti, ha már itt tartunk, de hogy bántanám én tényleg az MSZP-seket, csak olyan, mint a Tetris nekem, hogy valaki MSZP-s, meg a Walkman. Ó, volt olyan, hogy valaki MSZP-s, de durva. De szokták mondani, hogy valaki önmaga árnyéka, ha már kiégett, vagy önmaga paródiája. Szerintem a baloldalma önmaga árnyékának a paródiája, vagy a heti hetesben vannak a legtöbben. Kim mondjuk a foci EB-n, kanyarodjunk pozitívabb vizekre. Magyarska, kim van a foci EB-n, nagy királyság, 24 év után. Azért nem tudom, a norvégok elleni játékot, ha láttátok, hogy ilyen tudatos volt, annak passzolt, aki ott áll. Hát ilyen nem volt 30 éve. Még a kommentátor is élő adásban azt mondja, Hajdú B. István, kezdem azt hinni, jók vagyunk. Nem hitt a szemének. Én szurkolok a srácoknak. Ja, Szlovákia is kijutott, csak mondom így zárójelben. Szlovákia egy nagyobb erdő itt fölöttünk, aki nem tudná. Szóval én szurkolok a srácoknak, ők a mi jamaikai bobcsapatunk. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, köszöntöm a figyelmet. Kicsit álmos vagyok, nem tudom, látjátok-e, mert tegnap este sokáig néztem a Hajdú Péter új vicces műsorát. És ebből semmi nem igaz, mert se nem néztem, se nem vicces. És... azt mondta, minőségi szórakoztatás, hát szar minőség, de minőség, Jimmy Fallontól lopni tudni kell, azt mondom. Azt mondta a Sarka Kata egy főzős műsorban, hogy a Peti, a Hajdú Peti, az egy kiköpött Tom Cruise. Azt hiszem, itt a kiköpöttön van a hangsúly. Tényleg úgy néz ki, mint aki Tom Cruise jó, megcsócsált. Kiköpte végig, a haja is újjá. Ugye vannak külföldön, ez nagyon nagy divat, hogy a sztárpároknak összevonják a nevüket, hogy Brangelina, meg ilyesmi. És javaslatom lenne Hajdú Péternek és Sarka Katának a Hákata Péter. Így egyben, Hákata Péter ott volt tegnap a rendezvényen, Hákata Péterék megszültek. Vagy hogyha a Cintia Diktátor és Berki Krisztián egyszer összeáll, akkor nekik pedig a Cián. Ezt küldöm nagy szeretettel. És ha már nevek,
óriás kedvencem, ugye olyan világban élünk mostanában, hogy már nem a keresztneveden és a vezetékneveden szólítanak. A keresztneveden még hagyján, de azon a műsorneven szólítanak, amelyben szerepelsz, tehát BB Ati, CC Kristóf, KK Sanyi, akkor én vagyok a SK Ádi, ugye? Soder Klub Ádi, de most már van, hagyjál békén főzni, Zoli. Nem főzök, főzzé te anyáddal otthon, Csilla. A f***n tudja, beleverem, Sárga Zoli, minden van már. De a legnagyobb kedvencem, most kapaszkodjál, Farmatilla. Farmatilla, öcsém, Farmatilla. Az... Farmatilla nekem már ilyen jobbra. Többiek balra. Régen röhögtünk ezen, hogy magyar vagyok, nem turista, nem? Egy 15 éve poén ez a póló, most meg az amerikaiaknak hála igaz lett, úgyhogy ők döntik el, ki a magyar, ki a turista. Nem? Újra indult az X-faktor. Nagyon szeretem eddig, amíg a süket némák vannak, mert mikor már beindulnak a profi énekesek, ott már azért nekem megállt a műsor. Kedvencem, nem? Megvannak ezek a süket némák. I just cool to say love you. Figyelj, ez rettentően szar. Szar. Hát de otthon olyan jó volt. Hát mert nem hallotta senki, azért. Hallana a fürdőkád, lefejelne, hallod? Persze, nem hallotta senki. Előző Szíriában volt Tünde, ő most afrikázott is. Azt mondja Tünde, ő mielőtt jött az X-faktorba, ő felnőtt filmekbe szerepelt. Bennem megvolt a jó indulat, mert én azt hittem, hogy horror. Mert a csaj is olyan ilyen, Jézus! Nem pornózott a lelkem. Na, ha valaki Magyarországon pornózik, nem tudom, lányok, pornóztatok-e már? Nem. Még nem. Nagyon jó. Sose lehet tudni, you never know. Ha valaki Magyarországon pornózik, mi történik? Megy mindenki Kovihoz, megvan Kovi, a disznófejű nagyúr. Adi bácsi után szabadon. Kovi, pornózott a csaj, ismered? Azt mondja Kovi, Kovi, aranyat köpött lényegébe. Azt mondja, ismerem, ez egy nagyon jó torkú lány. Magamról röviden, én szabadidőmben rengeteget sportolok, hogy látjátok, semmilyen szabadidőm nincsen. De hát igyekszem meg minden, nézem a Eurosportot például, mert az sport, Eurosport 2-t is nézem. Úgy szoktam, hogy a Eurosport 1 meg 2 között ilyen 75-ös szériákat kapcsolgatok, de úgy, hogy már látszódjon alkarba, hogy néztem a Eurosportot, érted? Mert van a kigyúrt haverom, ő tesi tanár, mondjuk így nem nehéz, ő mindig ezzel jön, hogy ő ki van gyúrva, hát ez van. Hát fogjam meg a mellét, fogjam meg, az betonból van. De ilyenkor nekem is kell mondani valamit, mondom, figyelj csak az én mellemmel, meg lehet játszani, tudod? Az unatkozok, eltigyektetem magamnak. Azt mondja, neki kockás a hasa, nekem meg csíkos, képzeld el. Főleg, ha googolok egy 10 percet, hallod? Hát úgy nézek ki, mint egy tigris, bazd meg. Oda teszek csíkot, ahova akarsz. Bár most két hete hétvégén, három hete hétvégén életem küzdősportjában vettem részt, mert úr napokon jártam. Az életre halálra, gyerekek, tehát judo, taekwondo napok, ott van vége valahol a küzdő sportoknak. Kegyetlen, elrángatott a csajom. Ja, 6 éve van barátnőm, de ne szomorodjunk el, ez egy vidám műsor. Mondja, menjek már el vele, elmentem. Olyan jó, hogy elmentem, olyan kiégett faszikat láttam a b***be, hogy már ezért megérte, hogy elmentem, hogy alapból volt egy 75 szatyor apánál, és oda ment a felesége, hogy fog már még ezt a 49-et. Na most apa onnattól egy ilyen serpa üzemmód. A feleség meg ment elő. Na gyere, ne maradj le. Na. Gyere, apa, ide még bemegyünk. Gyere, gyere. Ja, azt szeretem, amikor leültetik apát a padra. Ül. Marad. Ide bemegy anya. Marad. Marad, apa. Egy perc marad. Egy perc, mindjárt anya, marad. És jár a sör a végén. Jó van, apa, jó van. Kibírtad, jó van itt a sör. Jött a faszia 59 szatyorral, és így láttam az arcán, hogy ő egy 3 El Caminón túl van, bazd meg a... Bementünk a ruhaboltba barátnőmmel. Van ez a rész, amikor a kiválasztott ruhával a kiválasztott hölgy eltűnik a függöny mögött. Pici mozgás, előjön és megkérdezi, hogy na, milyen? Ez megvan ez a rész, ugye? Na most itt nem tudom, mit várnak a nők, hogy én nem vagyok egy két lábon járó kvelle katalógus. Tényleg nem, tehát én egy 6-8 jelzőt tudok őszintén mondani.
utána már nem tudok, zöld. Aznek haladjunk. Kockás, ilyeneket szóltam, milyen fasza, rövidújú, ezek a kedvenceim. Én egy életre megoldottam magamnak, sőt, ajándékba adom az összes jelenlévő férfinak, sőt, még akik néznek, kedves férfiak, megvan az ötlet. Olyan jelzőt kell mondani, amit nem ismer a csaj. Egy, bőven elég. Mondom az enyémet, kijött a csajom a 8. ruhába, na ez milyen, ez milyen? Mondom neki, hát ez nem rossz, csak kicsit asszertív. Jelentsen ez a szó bármit is, úgyhogy azért mondom, működik. Bátran tegyük rá, asszertív. Nem, de valahogy én, mert mondja, hogy kussoljak már, üljek le, mert állítólag égettem én ott őt a ruhaboltba. Hát azért ez túlzás. Én egy-két ruhát hangosabban felkonferáltam. Mielőtt, hát hogy tudják ott a többiek is, hogy the next model! Donna Karen Tatabánya! Please welcome Dolce Banana! Nem tudom, ez nem égő szerintem. Mondja, kussoljak már, üljek le. Leültem oda a próbafűkékkel szembe a padra, a többi sorstársammal ott ültünk a kiégett férfiak. Bedobtam az uraknak egy óra múlva, hogy kicsit nézhessen mindenki a másik csaját ismer. Ugyanaz az egy jön ki, mindenkinek egy órája jelezném, tehát... Meg az a csajoknak is jó, mert az hat faszi, az hat milyen? Na milyen? Nem, mindenki foglalkozzon a magáéval. Úgyhogy én meg rájöttem, hogy mit udvariaskorok itt a saját barátnőmmel, legalább hamarabb szabadulok. Ha őszinte vagyok, eltűnt, kijött a 11. ruhába, még meg se kérdeztem milyen. Én már szolgálba helyeztem magam, mondom, hát ez kurva gáz, ezt most vedd le. Azt mondja, ebbe jöttem. Akkor ebben menjünk, köszönöm. Milyen dekoratív a pólpozíció. Sziasztok, lányok! Ja, fiúk is vannak, sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok, sziasztok! Kis Ádám vagyok, hölgyeknek Nagy Éva, ugye meg van engedve ez a kiskapu.